Na, és szintén csatolva az előző kettőhöz, mint egy, hogy mondják ezt, egy fájlkezelő program. Igen, tehát mint a, ugye a Total Commander, vagy akár még. Tehát az a, most ezt úgy lehet klasszul megcsinálni, hogy gyakorlatilag virtuális térben ugye millió számú fájl elfér, a képernyőn csak kevés fájl fér el. Na most ugye ez a baj a képernyővel, hogy ott egy limitált mennyiségű fájl fér el, nem átlátható, hiszen az ember háromdimenzióban lát, a képernyő kétdimenziós, és akkor itt jön be a mostani háromdimenziós technológia, amit a magyar srácok is feltaláltak, hogy ott háromdimenzióban modellezik, hogy felteszik a szemüveget, meg a nem tudom, a kezükbe fogják azt a joystick-szerű dolgot. Azzal már meg lehet csinálni egy olyat, hogy gyakorlatilag és persze ez lehet egyre bonyolultabb és cégfüggő, tehát mondjuk vállalatfüggő vagy intézményfüggő, hogy azt a joystickot úgy ruházzák fel több gombbal, több funkcióval, és persze meg kell tanulni, nyilván aki ügyes, megtanulja használni, és nagyobb lehetőségé lesznek a világban, mint minden. Tehát nem lehet az, hogy mint az egér, hogy univerzális, hogy akkor mindenki, mert azt mindenki meg tudja tanulni, nem. Legyen egy olyan bonyolult, ami viszont nagyon nagy lehetőségeket és sok lehetőséget tárol magába, de ez a joystickról beszélek, de persze nyilván, akinek ezt kell, azt tanulja megkezelni, ne legyen lusta, hisz ember, az mindent megtanulni. Na, de visszatérve a háromdimenziósra, tehát háromdimenziós fájlrendszer, tehát ezzel a háromdimenziós szemüveggel egy olyan virtuális teret nyitunk meg magunk előtt, amelyben a fájlokat háromdimenzióban látjuk, és jobbra-balra tudunk forogni benne, körbe tudjuk forgatni magunkhoz, pont ahogy mi körbe nézünk, ugye. Nem feltétlenül az egyik, hogy fent meg lent, de magunk körül jobbra-balra el tudjuk húzgálni, csúsztatni, és el tudjuk magunktól lökni, távolítani, vagy közel venni. Tehát egy ilyen fájlrendszer, és ebben megrajzolni az előző szövegen elhangzott összefüggés hálózatot, tehát linkrendszer. És gyakorlatilag, hogyha egy ilyet felépítünk, akkor az a fájl linkrendszer, az már gyakorlatilag egy intelligens agynak a tulajdonképpen az alap gerince. És hát ugye tudományos és mindenféle kutatásra és megértésre és akár az élet bonyolultságának a egyszerűsítésére, vagy tehát amikor már szükség lesz, amikor annyira bonyolult lesz, ahogy fejlődik ugye az élet, annyi minden lesz benne, hogy annak a megértése nem is működne ilyen nélkül, tehát kétdimenziós fál kezelő, ugye az nem létezik már. Tehát nincs sok értelme, ez már mindenki érzi, hogy elavult.